Ez a videó csak is oktatási céllal jött létre, nem minősül semmilyen befektetési tanácsnak. Kérlek, olvasd el a teljes kockázati figyelmeztetést, mielőtt megnézed ezt a videót. Mielőtt belevágnék az ETF piaci körkében, először is szeretnék köszönetet mondani a rengeteg támogatásért és biztatásért a pénteki videómmal kapcsolatban, ami egy esetleges broker céggel való együttműködésről szólt. Ha minden jól alakul, akkor a hét közepe felé elindulhat a folyamat, előtte még át kell esnem egy vizsgálaton, hogy a tevékenységem megfelele az ő elvárásainak, és hogyha mindent rendben találnak, akkor akár már jövő héttől élhet az ajánlói linkem, de ne szaladjunk egyelőre ennyire előre, nézzük meg inkább, hogy a héten mi várható a piaci tekintetben, úgyhogy gyorsan végig szaladom a Forex Factory oldalát szokás szerint, aztán átmegyünk a chartokra, és ott folytatom tovább. A múlt hét elég csendesre sikerült, és csak a pénteki NFP napnak köszönhetően történt egy kis mozgás a hétvége előtt, de ez érdemi elmozdulásokat nem hozott a piacon, ezért nincs is értelme, hogy újra végigszaladjak és órákat beszéljek a témáról, mert nagy elmozdulások, nagy változások nem történtek a hetes gyertyákban sem, de azért vannak kialakulóban lévő folyamatok, és ezekre mindenképp rá fogunk nézni. Jó, akkor nézzük is meg, hogy mit kínál a hét nekünk hírek szempontjából. Itt vagyunk a hétfői napon, ugye az adatok többsége az már itt kijött. Délután lesz még egy OPEC meeting, ami esetleg az olaj és a kanadai dollár árfolyamára lehet befolyással. Meglátjuk, hogy ez mekkora mozgásokat hoz. És hogyha átgörgetek a keddi napra, ott viszont a hajnali órákban japán párokon, és amire érdemes lesz figyelni, az ausztrál dollár párokra, mert ezek fontos adatok lesznek. Itt mindenképp megvárnám a napos gyertyák zárását, és megnézzük, hogy az ausztrál dollár párokon gyengülést vagy erősödést hoz majd ez a hír. És aztán a délelőtti órákban még lesznek majd eurós hírek, és délután lesz egy fontosabb USA dollár hír. Ennyi az első két napnak az eredménye. Tovább görgetve a szerdai napra túl sok adattal nem lehet számolni, amire érdemes lesz figyelni esetleg a délutáni órákban a kanadai dollárra és az USA dollár párokra. Ilyenkor érdemes megvárni tényleg a napos gyertyák zárását, mert nem tudjuk, hogy ezek a fontos hírek mennyire fogják majd mozgatni a piacokat. A csütörtöki napot elnézve sem számítok túl sok izgalomra, az egyetlen fontos eseményt a hajnali órákban ausztrál dollárhoz kötődik, és aztán a délutáni órákban lehetnek esetleg fontosabb USA dollár hírek, és a pénteki napot elnézve lehet még esetleg egy érdekes nap, ahol délelőtti órákban GBP párokra lehet számítani, és a délutáni órákban pedig fontos kanadai adatok jönnek ki, munkanélküliség adatok is lesznek, úgyhogy itt megnézzük, hogy itt a hetes gyertyák hogy zárnak majd, és lehet, hogy a jövő héttől már érdemes lesz figyelni a kanadai dollár párokra is. Jó, akkor szokásomhoz híven folytatás következik a chartokon. Itt is vagyunk az USA dollár index chartján, és a múlt héten arról beszéltem, hogy amíg ennek a legmélyebb pontja, ennek a gyertyának a legmélyebb pontja nem sérül lefelé, addig itt bármi megtörténhet, mehetünk felfelé is, egyelőre egy elbizonytalanodás látszik, és se felfelé, se lefelé nem történtek komoly változások, úgyhogy nincs is tovább erről mit beszélni, meg kell várnunk, hogy mutassa meg magát a piac, hogy most egyértelműen lefelé akar elindulni újra, vagy megyünk tovább felfelé, amíg ennek a jeleit nem látjuk, addig itt mehetünk is tovább. Jó szokás szerint végig szaladok a dollár párokon, első körben GBP USD, itt vagyunk a hetes csárton, jól látható, hogy most már több hete tulajdonképpen nem nagyon történik semmi, volt egy pár héttel ezelőtti shortos gyertyánk, és annak a szintje nem igazán sérült lefelé, ez egyben az előző hónapnak a legmélyebb pontja, és tehát a főmélyik a havi csártra, amit javasolni szoktam, hogy hónap végén érdemes megnézni, hogy hogy állnak a havi gyertyák, mert ezek is beszédések tudnak lenni, és jól látható, hogy két hónap szintje már nem tört lefelé, bár alánéz az árfolyam, de vissza is rántották, és egyelőre még mindig felfelé menetet látok, és várom, hogy ez a szint megtesztelésre kerüljön. Meglátjuk, hogy itt a héten mennyire fog ez beindulni, de hogyha lemegyünk a naposra csak azért, hogy finomítsuk a dolgokat, akkor azt is megtehetjük, ugye itt van az előző hónapnak a mélypontja, és ide is be tudunk húzni egy vízszintes vonalat, ugye az legmélyebb napos gyertyámra, és egyelőre az látszik, hogy ez felfelé próbálkozik, felfelé törni ezt a szintet, ide be lehet húzni akár egy trendvonalat is, ugye itt mivel lesz lejövetel volt, megvárom az első lábat, visszateszt, és utána mehetünk újra felfelé, itt vannak még szintek, ahol esetleg elakadhat az árfolyam, és ezt az előző kis nyakvonalat is szintet át kell törnie, általában két módon szokott ez történni, vagy csak egy ilyen kis falsba, tehát itt ez a szintünk, itt falsba megteszteli, visszajön alá mélyen, és aztán újra elindul felfelé, meglátjuk, hogy ez most meg fogja valósulni, de egyelőre az irány még úgy látom, hogy mindig felfelé van.
Jó, megyek is tovább a következőre, euró, USA dollár. Itt is, amiről múlt héten beszéltem, ugye, hogy amíg ez a zaj nem sérül szignifikánsan, addig nem beszélhetünk arról, hogy a trend megtörne, és egyelőre az látszik, hogy van egy lejövetelünk, van egy első lábunk, kialakult pár héttel ezelőtt a második láb, és most itt toporog szintén az árfolyam, és egyelőre még itt is a fölfelé menetet preferálnám, meglátjuk, hogy ez hogy fog megtörténni, és igazából még itt is meg kell várnunk, hogy jöjjön ide is egy feljövetel, egy első láb, egy második láb, be tudja húzni egy trendvonalat, és majd csak utána tudunk elindulni újra felfelé, tehát ez megint még időbe fog telni, itt esetleg érdemes lesz majd rövid távon kereskedni. A videó második felében átmegyünk egy kicsit a day trade változatra, és megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak day trade verzióban, de egyelőre az látszik, hogy nagyon szépen visszatesztelte azt az előző hetes gyertyát, ami tulajdonképpen ahonnan elindult a folyamat, és bár nem jött le testtel, de leszúrt idáig, és aztán innen pattant fel újra az árfolyam, és ez a pénteki napnak köszönhetően, hiába volt NFP nap, egy heves mozgással először elindult lefelé az árfolyam, majd újra fölpattant, és a pénteki gyertya már így zárt, tehát jó eséllyel itt is jöhet az a hasonló folyamat, ugye itt vagyunk egy előző hónapnak két hónappal ezelőtti szintje, tehát ezt megvárnám, hogy ezt mindenképp törje meg, és aztán, hogyha szint fölött tudunk maradni, tehát be tudunk kerülni ebbe a sávba, akkor jó eséllyel indulhatunk felfelé, első körben a tavalyi év legmagasabb pontjára, és aztán meglátjuk, hogy tud-e tovább menni az árfolyam, tehát szintén itt is hasonló helyzet, mint a GBP-USD páron. Itt még azt is meg lehet tenni, ugyanúgy, mint a GBP-nél, hogy ez volt az utolsó, tehát ennek a lejövetelnek ez volt az utolsó legmélyebb napos gyertyája, ide is be lehet húzni egy vízszintes vonalat, és akkor, amikor ez a szint már szignifikánsan törik felfelé, és már nem jön alá a szint alá, akkor jó esélye mehetünk újra felfelé, és itt is le lehet kereskedni akár egy-két napos vagy rövid távú lehetőségeket is. Meglátjuk, hogy itt hogy fog kialakulni. Itt is megvan ott a kis belső nyakvonal, amit mindenképp törni kellene, és utána az ilyen szintek törése utáni visszateszből diszkontáron nagyon szépen be lehet lépni felfelé. Jó, megyünk is tovább a következő pára, NZD-USD, 7-es csárton vagyunk, és már egy ideje arról beszélek, hogy egy nagyon szép W alakzat alakulhat ki, be van húzva a trendvonalunk, és itt van még egy hold zónánk, ahol még esetleg eloldalazhat az árfolyam, de hogyha lemegyünk a kisebb idősíkra, akkor mindjárt megnézzük, hogy ott milyen folyamatok indultak el, és jól látható, hogy egy nagyon szép kis dupla aj alakult ki, tehát volt egy lejövetelünk, és ennek a lejövetelből már alakult ki a második láb, és egy nagyon szép felpattanással a pénteki gyertyával megmutatta magát. Ide is akár be lehet húzni rövid távon egy trendvonalat, és itt A, B, C, D alakzatba elmehetünk első körben idáig, és aztán utána várnék egy visszatesztet, és utána mehetünk tovább újra. Ha ráhúzok egy fibót, akkor azt is megnézzük, hogy ezek a szintek mennyire szépen harmonizálnak, és mindjárt rá is nagyítok, jól látható, hogy a Fibó 76,4-em az nagyon szépen megegyezik azzal a 7-es gyertya legmélyebb pontjával, amit be van húzva, és most nagyon szépen látszik az is, hogy a 23-as Fibó fölött zárt az árfolyam, tehát első körben mehetünk akár idáig is az 50 és a 61 környékére, itt akár jöhet egy visszateszt, és utána így fogja megcsinálni, és lehet, hogy ez lesz majd csak az első lábunk, és utána jön egy mélyebb visszateszt, vagy akár megyünk tovább, nem tudom, de első körben mindenképp ebben az ABCD alakzatban lehet, hogy első körben idáig el tudunk menni, ami egy-két napos kereskedésnek is megfelelhet. Ha megkeresik ennek a lejövetelnek a legmélyebb pontját, akkor jelenleg ez a piros gyertya a legmélyebb napos gyertya. Ennek a tetejére is, ha ráhúzok egy vízszintes vonalat, akkor jól látható, hogy ott is megegyezik tulajdonképpen a 23-as Fibóval, és újra a szint fölött próbálkozik az árfolyam. Itt mindenképp megvárnám, hogy itt a következő napokban milyen gyertyaformáció alakul ki, és akár lehet egy rövid távú jó belépő is itt a következő időszakra, és meglátjuk, hogy mennyi idő alatt teszi meg ezt a távolságot. Ugyanúgy, hogy a daytrade-nek, a swingtrade-nek is megvannak a hátrányai, mégpedig ugye az, hogy túl sokat kell várni, hogy kialakuljanak ezek az alakzatok, mire újra el tud indulni a hosszú távú folyamat, viszont ami a közös a kettőben, hogy akkor lesznek jó daytrade-ek is, amikor a hosszú távú kereskedések is elindulnak. Tehát ezekben a szakaszokban itt daytrade-en is nincs értelme, mert nincsen elég távolság ahhoz, hogy jó stoppot tudjunk rakni, nincs momentum, nincsen vevőszándék igazából, és ezek a napos gyertyák jelzik azt, amikor újra elindulhat az árfolyam, és kialakulnak ezek a szenáriók, tehát teljesen mindegy, hogy daytrader vagyok, vagy hogy swingtrader, ezeket meg kell várnom ahhoz, hogy legyen egy olyan időszak, amikor elindul az árfolyam,
megjönnek a vásárlók, és szépen lehet kereskedni, mert több napon keresztül megy felfelé az árfolyam, és ebből ki tudom venni day trade-enként a kis piaci résemet, és el tudom rakni a profitot, hogyha nem akarom tovább vinni a napon túli kereskedésre. De az a lényeg az egésznek, hogy meg kell várni, míg ezek a folyamatok elindulnak, mert akkor lesznek jó day trade lehetőségek is. Jó, de megyünk is tovább, és utolsó dollár párként jön az ausztrál dollár, USA dollár, szintén hetes csárton vagyunk, és jól látható, hogy már több hónapja oldalazik az árfolyam a tavalyi év legmagasabb szintje környékén, és most itt az utóbbi időszakban leszúrt az utolsó legmélyebb havi gyertyának a szintje alá, és itt most újra talán felfelé próbálkozik az árfolyam, meglátjuk, hogy itt a szint fölé tud kerülni, ugyanis behúztam az utolsó legmélyebb napos gyertya szintjét itt is, és meglátjuk, hogy itt mi fog történni. Jól látható, hogy a dollár párokon szépen kialakultak ezek a kis fordulós gyertyák, és itt is látható, hogy visszajöttünk abba a sávba, a kis dupla aljjal, és szépen elindulhatunk újra felfelé, de mindenképp meg kell várni, hogy a szint fölé kerüljön az árfolyam. Ugye itt is van egy rövid távú kis célárunk, meg kell várni, hogy esetleg visszateszteljen, és amikor újra át tudja vinni ezt a szintet felfelé, akkor ide majd ennek a szintnek a környékére biztos be lehet húzni majd egy trendvonalat is, és akkor mehetünk tovább a célárig. Első körben ugye a rövid távú lehetőségeket kell nézni most még itt, mivel hogyha összehúzom a kicsit a csatornát, akkor jól látható, hogy itt még azért egy trendvonal alatti sávban vagyunk, tehát itt még rövid távon lehet, hogy lehet kereskedni, és aztán utána itt is várnék majd egy visszatesztet, akár itt a nyakvonal visszatesztelésére, itt megvárom, hogy eloldalazgasson a piac, és utána kitörjön egy momentum gyertyába, mindig meg lesznek ezek a momentumok az adott időszakban, és minden elindulás előtt ott lesznek a momentum gyertyák, tehát ezekre érdemes lesz figyelni. Ezzel a dollárpárokkal végeztünk is, mehetünk is tovább a japán jen párokkal, szokás szerint első körben USA dollár japán jen, ugye itt már egy ideje arra szolgat szépen felfelé az árfolyam, de ezért jó a hetes csárton hagyni, mert jól látható, hogy zöld gyertyák vannak, tehát nem csinált semmi olyan fordulós piros gyertyát, ami arra következtetne, hogy esetleg újra elindulna lefelé az árfolyam. Ettől függetlenül a napos és a kisebb idősíkokon láthatunk piros gyertyákat, de mindig az a lényeg, hogy a hetes gyertya hogy zár. Akik itt a szint környékén nem tudtak belépni, azoknak már nem javaslom, hogy itt ebben belépőket keresenek, már túl kicsi a távolsága a jó profitra, viszont itt most már ezt a zöld vonalat tovább kell vinnem, mert most már ez lett az új utolsó legmagasabb hetes gyertya, és ugye folyamatosan követem az árfolyam szintet, és amíg ez a szint nem sérül szignifikánsan lefelé, addig mindenképp longban gondolkozok, és a céláram most már egyre közelebb van, tehát jó eséllyel ezt az időszakot meg tudja majd csinálni. Jó, megyünk is tovább a következő japán jen pára, GBP japán jen, hetes csárton vagyunk, ugye ezt már a múlt héten egyszer megjelöltem, hogy érdemes lesz figyelni, ezután a gyertya után, ettől függetlenül nem tudta átvinni ezt az árfolyam szintet, nem véletlenül, hogy ezeket a hetes szinteket használom, mert valamiért nagyon működik, és jól látható, hogy teste nem tudott a szint fölé zárni, ezért érdemes ilyenkor lemenni a kisebb idősíkra, és megnézni, hogy ott milyen alakzatok alakultak ki, és jól látható, hogy egy nagyon szép, ugye itt volt egy lejövetelünk, ez volt a legmélyebb, utána volt egy első láb, visszatesztelt szépen az árfolyam, ezt lehet hívni akár egy második lábnak, de mivel itt egy fontos szint környékén vagyunk, és jól látható, hogy a napos gyertyák csak megszurkálták ezt a szintet, de igazából testen nem tudtak még fölé zárni, tehát mindenképp megvárnám, hogy az árfolyam visszakerüljön ebbe a sávba, ebbe a hold zónába, és innen törjön kifelé, és utána mehetünk a következő szintig. Lehet, hogy akár tovább is megyünk, mert hogyha megnézzük, ugye, akkor itt a következő Fibó szintünk az még idébb lesz, tehát az is megtörténhet, hogy ezt a szintet szépen átviszi, és megyünk a következő Fibó szintig, ami egy elég komoly távolság a GBP japán jennél, tehát erre mindenképp érdemes lesz figyelni itt a következő időszakban, mint egy jó belépési lehetőségre. Tehát egyelőre ennyit a GBP japán jenre, tehát érdemes mindenképp egy figyelő listába berakni, és megnézni, hogy a következő napokban át tudja vinni teste ezt a szintet, de megyünk is tovább, mégpedig a következőre, euró japán jen. Itt is hasonló szenárió van, viszont itt ez egy kicsit le van maradva a többi devizához képest, mert itt jóval magasabban van az utolsó legmagasabb hetes gyertyának a legmélyebb pontja, és itt még egyelőre kicsit sortosnak tűnik a dolog, de mindjárt lemegyünk a kisebb idősíkra, és ott megnézzük, hogy hogyan lehetne belépőket keresni. Ugye itt is az látható, hogy van egy utolsó, mindjárt kicsit jobban felnagyítom, jobban látszódjon, tehát itt is az van, hogy van egy utolsó lejövetelünk, tehát ez volt az utolsó lejövetelünk, ez volt a legmélyebb pont, ennek a gyertyának a legmagasabb pontjára behúzunk egy vízszintes vonalat, és egyelőre az látható, tehát mindjárt be is húzom, hogy jobban látszódjon, ennek a naposnak a szintjére, és jelenleg
még a szint fölött vagyunk, ami azt jelenti, hogy ha itt tudunk tovább maradni, akkor mehetünk a következőre, és első körben itt rövid távon gondolkoznék mindenképp, tehát ennek a szintnek a környékéig gondolkoznék első körben, ide is be lehet húzni egy trendvonalat, és itt is megvan az a kis hold zóna, ami után várnám a kitörés, de jelenleg a euró japánján nem ugyanazt a képet mutatja, mint mondjuk a GBP japánján, ahol sokkal nagyobb eséllyel már szint fölé tudunk zárni a következő gyertyában, úgyhogy első körben én inkább a GBP japánjára koncentrálnék. Mivel itt egyelőre nincs jó belépési lehetőség, úgyhogy megyek is tovább NZD japánjára. Itt is a 7-es csárton vagyunk, ezt már a múlt héten megjelöltem, mert jól láthatóan egy nagyon szép morobazus gyertyát csinált, amivel át is vitte a szintet, de igazából tartósan még nem tudott a szint fölött maradni, ugye az utolsó legmagasabb 7-es gyertya a legmélyebb pontjáról beszélünk, itt is jól látható, hogy mennyire működnek ezek a szintek, hogy nem olyan könnyű átvinni ezeket, viszont hogyha már tartósan a szint fölött tudunk maradni, akkor jó esélye itt is mehetünk tovább, itt is van még hely a következő szintig, de itt is érdemes lemenni a kisebb idősíkra és megnézni, hogy itt milyen formációk alakultak ki, és itt is hasonló szenárió látható, hogy volt egy lejövetelünk, ugye, itt volt a lejövetel, ennek volt egy utolsó legmélyebb pontja, azt hiszem ez a zöld gyertya volt, ami ugye, igen, ez a zöld gyertya volt, tehát itt is szint fölé kerültünk, és én ezeket szeretem, ezeket a szenáriókat. És ezért fontos az, hogy maga a technikai képet is tudjuk rögzíteni fejben, mert ezeket szeretem. Szinttörés, visszateszt, fordulós gyertya, és indulunk felfelé, és nyilván itt még szint környékén vagyunk, tehát itt még akár lezúghat még egyszer, bármi megtörténhet, ide be lehet húzni egy trendvonalat, és amíg ez szignifikánsan nem törik felfelé, ugye itt lesz egy szinttörésünk is, lesz egy trendvonaltörésünk is, és ABCD alakzatba elmehetünk valameddig, itt megvárnék egy visszatesztet, ugye itt is, hogyha ráhúzzuk a fibóra, itt van a fibónk, és ugye első körben meddig várnám el, ugye idáig az utolsó legmagasabb napos gyertya a legmélyebb pontja, szinte egybeesik a 76,4-es fibó szintemmel, tehát első körben ABCD alakzatban elvárnám idáig, ezt szoktam én hívni első lábnak, és utána, amikor megjön a visszateszt, és utána el tudunk újra indulni, ide be lehet húzni egy trendvonalat, és ha a trendvonal is törik, a szintek is törnek, akkor utána mehetünk felfelé a következő szintre, és jól látható itt is, hogy a 127 és a 138,2-es fibó nagyon szépen egyezik, ez a zóna, ez a sávba érkezik, akkor ez egybeesik tulajdonképpen ezzel a több éves szinttel is. Ennél több megerősítésre már nem igazán van szükségünk, itt van minden szükséges szint és információ, ami a kereskedésünkhöz kell. Aki esetleg szeretné használni a Fibot plusz megerősítésként, az is tudja használni, de jól látható, hogy ezek a szintek nem véletlenül harmonizálnak ezekkel a Fibó szintekkel, mert egyszerűen nyugtatja magát a piac, egyszerűen csak le kell olvasni az információt a chartról, és meg kell tanulni, látni azokat az alakzatokat, gyertyaformációkat, szinteket, és hogyha ezek megvannak, ezek összeállnak egy képé, akkor tulajdonképpen sokkal könnyebbé válik utána a kereskedés is. Jó, és akkor utolsó japánján párként jöjjön az Audi japánján. Itt is ugye az látható már, hogy jó ideje szórakozunk ennek a színnek a környékén, és nem nagyon tudott elindulni az árfolyam, tehát az idei év az innen indult, és jó formán ennyit tudott megtenni, és azóta csak oldalazásban van, de ettől függetlenül ugyanúgy teszi a dolgát, és ugyanúgy el fog jutni a következő szintre, csak most ez még nem az a lehetőség. Itt is ugye volt egy utolsó legmagasabb 7-es gyertyám, és annak a szintjét még egyelőre nem tudta fölé zárni. Ilyenkor érdemes itt is lemenni a kisebb idősíkra, és ugye a héten lesznek ausztrál adatok, és meglátjuk, hogy ez milyen irányba mozgatja meg a piacot, vagy hát az ausztrál dollár árfolyamát, és itt is az látható, beúszhatunk ide is egy trendvonalat, ugye, és megint a trendvonal az hol lesz a szint környékén, tehát trendvonaltörés, szinttörés, minden itt van, de ez előbb itt is ki kell alakulnia a szükséges folyamatoknak, itt is be lehetett húzni az utolsó legmélyebb gyertyának a legmagasabb pontját, és jelenleg a szint fölött vagyunk, tehát első körben még mindig fölfelé gondolkozni, meglátjuk, hogy ez hogy fog megvalósulni, lehet, hogy itt még egy kicsit el fog szórakozni, és akár a híreknek köszönhetően a héten át is viheti felfelé, hogyha jó híreket kapnak az ausztrál dollár párok. Természetesen ez a szenárió is csak addig él, amíg ez a mélypont tudja tartani magát, ha véletlenül esetleg újabb mélypontra menne az árfolyam, akkor viszont tovább kell várni, hogy újra kialakuljanak ezek a folyamatok, de egyelőre még longos az irány. Ezzel a japán jen párokkal is végeztem, szokás szerint még átnézzük a CHF párokat, ránézzünk az aranyra és a DAX-ra, és aztán átmegyünk kicsit a day trade verzióra, és megnézzük, hogy itt a közeljövőben vannak-e jó belépési lehetőségek kisebb idősíkon egy rövidebb távú kereskedésre.
Jó, megyünk is tovább a CHF párokra, USA dollár CHF. Múlt héten is említettem már, hogy ez a környék nem túl jó a belépési lehetőségre. Igazából több heteit nem igazán tudott elindulni az árfolyam, tehát ilyenkor nincs más dolgunk, mint egyszerűen fogjuk magunkat, és tovább lépünk, mert nincs jó kereskedési lehetőség. A következő párunk pedig a GBP CHF, ugye ezt már többször említettem, hogy ez izgalmasabb történet, de aztán itt sem tudott igazából elindulni az árfolyam. Egyelőre ezt az utolsó, legmagasabb tavalyi év legmagasabb pontját egyszerűen nem tudja átvinni, ide be van szorulva az árfolyam, az utolsó legmagasabb hetes gyertya a legmélyebb pontja, és a tavalyi év szintje közé, és ide még be van húzva, hogyha lemegyünk a kisebb idősíkra, az utolsó legmagasabb napos gyertya, tehát általában azt várom el, hogy eddig elmegy, és utána majd jön egy visszatesz, és aztán mehetünk újra felfelé. Ugye ebben is látok egy nagyobb potenciált, de még valamiért várnunk kell arra, hogy a CHF párok elinduljanak, de ezek közül is az egyik legjobban álló az a GBP CHF, és hogyha kicsit összébb húzom a chartot, és mindjárt lemegyek a kisebb idősíkra, akkor már mindjárt meg lehet figyelni, hogyha megnézzük itt ezeket az alakzatokat, tehát ugye arról beszéltem, amikor egy három ilyen kis csúcsot kialakít, de egyik sem tudott szignifikánsan az előző fölé emelkedni, akkor hogyha lemegyünk a kisebb idősíkra, a naposra, ott is valami hasonlót fogunk látni. Érdekes jellegzetessége ennek a devizapárnak, hogy hasonlóan oldalazik, és aztán egyszerűen csak fogja magát, és kitör a zárfolyamsávból, és most jó eséllyel már elindulhatunk erre felfelé, hogyha ezek a szintek tudják tartani magukat, akkor jó eséllyel itt előbb-utóbb kitörünk, itt is majd várni egy visszatesztet, aztán mehetünk tovább a következő szintre, de még mindig egy oldalazó szakaszban vagyunk, viszont meg kell várnunk azokat a momentumokat, amik megmutatják azt, hogy tényleg elindulunk felfelé, és aztán kis stoppal be lehet lépni. Ha ezek a szintek tartják magukat, akkor akár egy jó stop helyszín is lehet a következő időszakban, tehát erre a devizapárra érdemes lesz figyelni itt a következő napokban, hetekben. Mivel egyelőre a technikai kép nem mutat még jó belépési lehetőséget, így megyünk is tovább, Euro CHF, hetes csárton vagyunk, kicsit összébb húzom, hogy jobban látszódjon, hogy hova is tesztelt vissza az árfolyam, és az látható, hogy a tavalyi év legmagasabb pontját tesztelte vissza, majd lett egy marubazus gyertyánk 3 héttel ezelőtt, mindjárt kicsit jobban felnagyítom, hogy jobban látszódjon, ami aztán szignifikánsan át is vitte a szintet, és jelenleg is tartja magát a szint fölött az árfolyam, de azóta eltelt 3 hét, és tulajdonképpen nem történt semmi, vagy az történik általában, hogyha nagy lendület van, akkor a következő hetes gyertya is át tudja vinni, ha nem viszi át a következő hetes gyertya, akkor jó esélye több hét oldalazás jöhet, és meg kell várni, hogy ezekből a szintekből ki tudjon törni az árfolyam. Itt is behúztam az utolsó legmélyebb hetes gyertya a legmagasabb pontját, ami megegyezik a legmagasabb, legmélyebb pontjával, tehát nem véletlen ez sem, és jól látható, hogy ezeket a szinteket mennyire tiszteli az árfolyam, és itt van még a trendvonalunk is, tehát itt a következő időszakban akár jöhet egy komolyabb kitörés is, és akkor nagy eséllyel elindultunk felfelé, és mehetünk a következő szintig, de itt is egyelőre meg kell várnunk azokat a momentumokat, hogy kialakuljanak. Mivel egyelőre itt sincs tovább értelme időzni, megyünk is tovább, NZD CHF, hasonló szenárió itt is, ugye itt is már két hete szórakozik az árfolyam, de ezek a momentum gyertyák, ezek a fordulós gyertyák, ezek megjelentek az összes CHF páron, és ugye ez a szint a tavalyi év legmagasabb pontja, és az utolsó legmagasabb hetes gyertya, legmélyebb pontja közötti sávban vagyunk, itt is itt szórakozik az árfolyam, ide is be lehet húzni egy trendvonalat, és meglátjuk, hogy itt lesz szinttörés, lesz trendvonaltörés, és itt is még egy nagyon szép potenciál van felfelé a következő szintig, a 3 évvel ezelőtti szintig, úgyhogy ezekre érdemes lesz figyelni, tehát a CHF, a japán jen és a dollár párokra, ezen belül is a GBP párok állnak jelenleg a legjobban, de még az NZD párokban is lehet esetleg lehetőség a következő időszakban. Az azért jól látható, hogy nincs túl nagy tempó a piacokon, ennek egyik oka lehet az is, hogy nyár van, és ilyenkor kicsit ilyen uborka szezon van, sokan elmennek nyaralni, és általában, sőt annak idején jó pár évvel ezelőtt voltak olyan nyarak is, amikor teljesen megálltak az árfolyamok, egy csöppet nem mozdultak, és egész nyáron szinte alig lehetett kereskedni. Nyilván ezt az idei nyáron még eddig nem lehetett elmondani, de tényleg az látható, hogy itt most azért nincs egy őrült tempó. Ettől függetlenül a hosszú távú kereskedésnek ez az előnye, hogyha kicsit tovább kell ülnünk a pozinkban, így vagy úgy azért itt is meg fogja csinálni ezeket a szinteket, csak sokkal több időbe fog telni, mint normál esetben. Jó, és akkor utolsó CHF párként jöjjön az ausztrál dollár CHF, itt vagyunk a hetes csárton,
Ez volt az utolsó, legmélyebb hetes gyertya, ez a zöld kis morbazus gyertya, és itt is az látható, mint az előző párokon, hogy két hete tulajdonképpen nem tud elindulni az árfolyam. Ez közel van az utolsó, legmagasabb hetes gyertya a legmélyebb pontjához is, tehát itt egy zónában vagyunk, amit mindenképp át kéne törnie. Itt a trendvonal is már be van húzva, tehát jó eséllyel itt lesz szintörés, trendvonaltörés, már csak a momentum hiányzik, és utána szépen lassan elindultunk felfelé, és itt is azért még ez a távolság, ez egy szép kis lehetőség. Egy jó risk rewardra, tehát itt, hogy ennek a színnek a környékén be tudnánk lépni valahol, akkor egy kis toppal ezt meg tudnánk játszani, és szépen hagyjuk, hogy a piac teljesen a dolgát, és eljusson eddig az árfolyam szintig. Sajnos jelenleg ez a piaci tempó, ennyit tud nyújtani nekünk a piac, és hetek, hónapok telnek el úgy, hogy igazából komolyabb elmozdulások nem történnek, majd egyszer fogja magát és meglódul az árfolyam, és aztán szépen elindul, ezért érdemes heti szinten ezeket szűrni, és mindig a hetes chartra indulni, hogy lássuk a nagyobb, hosszabb távú folyamatokat, úgyhogy egyelőre itt sincs mit csinálni, megyünk is tovább, még ránézzünk az aranyra és a DAX-ra, és megnézzük, hogy ott van-e esetleg jó belépési lehetőség. Jó, akkor tovább is megyek az aranyra, itt is a hetes csárton vagyunk, és ugye amit már berajzoltam múltkor időszakot, ugye volt itt egy utolsó, legmagasabb hetes gyertya, annak a legmélyebb pontja, és itt volt az utolsó, legmélyebb hetes gyertya, a legmagasabb pontja, és itt közben behúztam egy napos szintet is, majd mindjárt azt is megmutatom, tehát itt is jól látható, hogy volt egy nagy lejövetelünk, ugye első láb, második láb, és aztán jó eséllyel itt mehetünk majd felfelé, első körben itt rövid távon gondolkoznék mindenképp, trendvonalig és a hetes szintig, és aztán megnézzük, hogy itt mit fog csinálni majd az árfolyam, és hogyha ezt a szintet újra át tudja törni, akkor mehetünk a következő szint, ami az utolsó legmagasabb hetes gyertya legmélyebb pontja, és aztán a legvégén a következő szintünk, az pedig a tavalyi év legmagasabb pontja, tehát ez egy több kereskedéses lehetőség lesz, meglátjuk, hogy mennyit tudunk egyszerre benne lenni egy poziban, és hogyha lemegyünk a napos szintre, akkor ott azért látszik már a folyamat, mert itt már behúztam az utolsó, legmélyebb napos gyertya legmagasabb pontját, és egyelőre szint fölé került az árfolyam, úgy itt azért még lesznek elakadások, tehát itt még biztos várni majd valami fajta visszatesztet, és csak utána lépnék be felfelé, és első célárként ezt a szintet jelölöm meg, és hogyha itt is ráhúzom a fibót, akkor majd itt is látjuk, hogy mennyire érdekes ez a történet, itt is ugye az utolsó, legmagasabb és legmélyebb pontra ránagyítok, és mi látható, hogy a fibom megegyezik, mégpedig a 61-es fibom tökéletesen megegyezik a 7-es szintemmel. Tehát hiába húzom be ezeket a 7-es szinteket, a fibók nélkül is nagyon szépen látszanak azok a szintek, amikre tényleg szükségem van, és hogy első körben hova tervezném a célárammal, ez mindenképp ez a szakasz lenne, és itt várnék majd egy visszatesztet, és utána mennénk tovább a következő szintig. Tehát jól látható, hogy elindult folyamatok vannak, de bődületes lassan megy minden, tehát mai nap egyáltalán alig volt mozgás még, és lehet, hogy a következő napok sem hoznak túl nagy izgalmakat, de majd meglátjuk, úgyhogy ilyenkor daytrade is nagyon nehéz lesz, mert hiába szeretnénk daytrade-elni, látjuk azt, hogy a napon belül mozgások mennyire nincsenek, tehát ilyenkor a daytrade-nek sincs sok értelme, ezért szerettem még esetleg a 4 órás kereskedést, mert ott tényleg azt, hogyha egy pár napig vagy egy hétig, ha benne tudok lenni egy hosszabb folyamatba, akkor azokat nagyon szépen meg tudja csinálni, majd meg is mutatom, hogy a múlt heti GBP AUD és EUR AUD milyen szépen megtették azokat az utakat, amit úgy elvárt az ember a devizapáron az adott időszakban. Jó, utolsóként jöjjön a DAX, itt vagyunk a napos csárton, a piros vonalak a fibókat jelzik, ami a nagy idősikra van ráhúzva, és jól látható, hogy itt a fibó 127-ről pattant fel az árfolyam, és jelenleg megint egy ilyen oldalazó szakaszban vagyunk, és a két hónappal ezelőtti, pontosabban három hónappal ezelőtti szint fölé tudott zárni, nagy nehezet, de nagyon csúny a csártja, igazából nincsenek igazán komoly trendek, nincs igazán komoly tempó, nagy csapkodás van, fölmegy az árfolyam, lemegy az árfolyam, tele van kanóccal, ezeket nagyon nehéz az ilyen időszakokat kereskedni, és ha kicsit ránagyítok, akkor azért jól látszik, hogy most jelenleg van egy utolsó, legmagasabb napos gyertyám, és annak a szintje van behúzva, és ezt a szintet nem tudja egyelőre szignifikánsan átvinni. Többször fölé nézett, de igazából nem tudott fönt is maradni, de most jó eséllyel akár ebben a kanócos gyertyában újra elindulhat felfelé, hogyha a szint fölé tud zárni. Egész nap szinte pirosban volt a gyertya, és most a délutáni órákban
már egy kicsit visszarántották, megnézzük, hogy itt ez mikor tud a szint fölé zárni. Ugye itt van egy előző hónap szintünk is, tehát mindenképp megvárnám, hogy ezt megtesztelje, egy visszateszt, és utána tervezném a következő sávig, meglátjuk, hogy ez mikorra fog megvalósulni. Tehát egyelőre itt sincs túl sok belépési lehetőség, úgyhogy röviden ennyi a hosszú távú kereskedési lehetősége. Egyelőre a türelem és a kivárás időszaka van, de érdemes figyelemmel kísérni, mert bármikor jöhetnek hevesebb mozgások, amik beindíthatják a folyamatokat. Jó, akkor mindjárt chartot váltok, és átmegyünk a daytrade-es verzióra, és megnézzük, hogy itt a közeljövőben van esetleg jó belépési lehetőség rövidebb távon, úgyhogy folytatás következik a daytrade-es chart setupon. Jó, tehát itt is vagyok a rövidebb távú chart beállításokban. Ugye a lényege mindig az, hogy itt ha 4 óráson vagyok, akkor mindig az aktuális héthez képest 2 hetet megyek vissza, és a 2 hét szintjeit húzom be, ugye az előző hét legmagasabb és legmélyebb pontja, majd a 2 héttel ezelőtti szinteket, és ugye az látható, ugyanazt csinálom, mint a nagyba, csak kicsibe, a sávba visszajött az árfolyam, itt még várnék azért majd valami fajta visszatesztet, itt már egy trendvonal is sérült, de itt azért általában el szokott menni valameddig az árfolyam, ami akár ennek a környékére is eljöhet, várnék egy visszatesztet, és utána első körben mindig az elsődleges célár az előző hét legmagasabb pontja, és hogyha azt át tudja vinni, akkor mehetünk a következő szintre, és itt mindenki eldönti, hogy mennyire rövid vagy hosszú távon kereskedik. Ugye majd mindjárt mutatom a következő párokban, hogy mennyire szépen megcsinálták ezeket a szinteket múlt héten. Tehát röviden egyelőre itt sincs túl sok lehetőség belépésre, itt is várnék majd valami fajta visszatesztet, akár a trendvonal visszatesztjét, és utána lépnék be, tehát akár ez ki is alakulhat egy-két napon belül, tehát erre érdemes lesz figyelni, ez a GBP-USD pár, és akkor átmegyünk a GBP-japán jenre, és mindjárt, és ott is megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak. Mutatnék még egy érdekességet, hogy ezek a szintek mennyire működnek, ugye Fibót megint ráhúzom erre az utolsó szakaszra, és ennek a szakasznak a 76-os Fibójával nagyon szépen megegyezik, szinte milliméter pontosan összeolvad ez az árfolyam szint, tehát én ezért nem használom a Fibonacci-t, mert itt van minden, és gyönyörűen mutatja, hogy meddig várna már előre, és itt, amikor ugye ezek a szintekhez elér az árfolyam, itt szokott mindig jönni egy mélyebb visszateszt, ami természetesen nem kötelező, de legtöbb esetben mélyebb visszateszteljön, és utána megy csak tovább az árfolyam, és hogyha megnézzük a Fibó 127 környékét, akkor az jó eséllyel egybeesik egy következő szinttel is, de most ennyire a múltba nem mennék még vissza, tehát addig, amely a 2 hét szintjei nem sérülnek, addig nem nézem meg, hogy hol van a következő céláram, tehát itt mindenképp meg kell várnom ennek a szintnek a sérülését, és majd csak utána húznám be a következő szintet, de jól látható, hogy ezek a szintek, amiket behúzok, ezek mennyire működnek a Fibóval együtt, és első körben idáig várnám el a célárat, és utána itt várnék egy visszatesztet, és utána mehetünk tovább. Ennek a kialakulását meg kell várni, úgyhogy megyünk tovább a következő párra. Jó, akkor ránézünk kicsit a GBP japánjára is. Itt is ugye az van, hogy 2 hét szintje, ugye az előző hét legmagasabb pontja és legmélyebb pontja, és most tulajdonképpen itt félúton van az árfolyam. Jó esélye első körben meg szokta ezt tesztelni, és mivel hosszú távon is longba gondolkozok, ezért remélhetőleg a következő időszakban megcsinálja a 2 héttel ezelőtti szintet is, és ez lenne a fő cél. Meglátjuk, hogy ezt mennyi idő alatt teszi meg, de itt is mindenképp várnék első körben egy visszatesztet, és majd csak utána indulnék meg. Meglátjuk, hogy ezt a szintet mennyire tudja szignifikánsan átvinni, de érdemes lesz erre a szakaszra is figyelni. Megnézzük, hogyha itt is ráhúzok egy Fibonacci-t, akkor az mivel fog megegyezni. Ó, de érdekes, ugye itt is ez a 7-es szint, ez megegyezik pontosan a Fibó 61,8-as szintemmel, tehát nem véletlenek ezek a szintek, működnek. Itt van minden a csártom, csak meg kell tanulni olvasni őket, és jól látható, hogy ezek a 7-es szintek is ugyanúgy működnek, mint az éves szintek, az éves hájlók, vagy a napi hájlók, teljesen mindegy, melyik idősíkról beszélek, ugyanezeket a szinteket a kisebb idősíkon is behúzom, gyönyörű lehet kereskedni, csak itt már a profit és a munka elvégzése közötti arány már nem annyira jó, ezért nem preferálom ezeket a kisebb idősíkokat. Jó, akkor átmenjünk a GBP outpára, és megmutatom, hogy milyen szépen teljesültek a szintek. Ugye múlt héten arról beszéltem, hogy be volt húzva itt az utolsó, legmélyebb 4 órás gyertya szintje, és utána ezt tesztelte vissza az árfolyam, és itt volt az a kis fordulós gyertya, amit megjelöltem, mint belépési lehetőséget, és nagyon szépen el is ment az árfolyam, és az előző időszak szintjeit meg is csinálta,
ez 2-3 napos kereskedés lehetőség volt, tehát itt is működnek ezek a dolgok, de itt ezek a szenáriók, amikor ilyen szépen mutatják magukat, akkor ezekbe lehet jól belépni, de ezeket is ki kell várni, hogy kialakuljanak, és fontos szintek környékéről pattanjon az árfolyam. Itt is az látszik, hogy ugye most már több hete egy oldalazó szakaszban vagyunk, tulajdonképpen nem törtek a szintek, de ezeket a szakaszokat meg lehet kereskedni, hogyha megvannak a szükséges folyamatok hozzá. Viszont ami még múlt héten nem teljesült, az pedig a GBP-NZD, ott is arról beszéltem, ugye, hogy első láb, második láb, mindjárt kicsit beljebb húzom a csártot, hogy jobban látszódjon, és itt arról beszéltem, hogy itt volt a belépő, de ez csak rövid távú kereskedés volt, ugye, mert itt megcsinálta az első nyakvonalszintet, és ez volt az első lábam, és utána a hét második felében szépen vissza is csorgott az árfolyam, és mindig erről beszélek, hogy nem tudom előre, hogy itt ez most végigmegy, vagy pedig fogja magát és visszajön. Mind a két verzió benne van, de ettől függetlenül, hogyha a stoppunk itt volt ennek a színnek a környékén, és hiába léptünk itt be, lehet, hogy most mínuszban lennénk, de remélhetőleg hosszú távon ugyanúgy visszakerül az árfolyam a megfelelő irányba, és itt is első körben most be van húzva a trendvonalunk, ugye itt is várnék, hogy itt a trendvonal környékén szórakozunk egy kicsit, és utána kitörjön az árfolyam, elsődleges célár az előző hét legmagasabb pontja, és a végcél pedig a 2 héttel ezelőtti szint, ami itt található. Ugye minden héten, amikor a hét lezárul, akkor ezeket a vonalakat át kell húzni, és finomítani kell mindig visszamenőleg 2 hétre, és látható, hogy jól működik az egész. Amit csinálok a nagy idősíkon, az működik a kisebb idősíkon is. Tehát egyelőre a GBP-NZD-ben van lehetőség arra, hogy itt rövid távon kereskedjünk a következő napokban. Gyorsan megmutatom az euró-eurót is, mert ott is nagyon szépen működtek a szintek. Ugye a 2 héttel ezelőtti szint az ez volt, meg ez volt az előző hét, ugye, és jól látható, amikor mutattam, hogy itt volt az utolsó, legmélyebb 4 órás gyertya, és itt volt a belépő, ezt ugye egy Insta posztban be is mutattam, és nagyon szépen megcsinálta ezt a szakasz, és honnan fordult le pontosan a szintek környékéről. Tehát nem véletlenül beszélek erről a 4 órásról, a párnapos kereskedések gyönyörűen működnek, és most vissza is ereszkedett az árfolyam, tehát itt mindenképp ki kell szállni, tehát ezek célára biztosan, és itt meg kell várni, amíg szignifikáns törés nincsen, addig itt nem szabad kereskedni, nem szabad hagyni, hogy a megtett pozíciónk, amit már megcsinált profitot, azt visszaengedjük, hanem itt egyszerűen ki kell szállni, és el kell tenni a profitot zsebbe, és aztán a következő alkalomra meg megvárni, hogy kialakuljanak az újabb lehetőségek. Tehát egyelőre itt az out párokban most nincsen lehetőség, ugye ez most lejátszott, megcsinálta a célárait, és most még az euró NZD-ben van itt is lehetőség, itt is megvolt az első láb, nagyon szépen visszajött, és megcsinálta a második lábat, és hogyha újra el tudunk indulni felfelé, akkor mehetünk a következő szintig, tehát ebbe is lehet egy következő lehetőség kereskedésre, tehát a GBP-NZD és az EUR-NZD-ben gondolkozni. Mindenképp a GBP-NZD néz ki nekem szimpatikusabbnak setup szempontjából, és hogyha a dominanciát nézzük, akkor jó eséllyel a GBP párokban lesz nagyobb lendület. Azért beszélek csak erről a pár devizapárról, daytrade szempontjából, mert ezek tudnak napon belüli olyan mozgásokat, hogyha elindul az árfolyam, akár 100 pont fölötti mozgásra is képes, a többi devizapárok nem igazán tudják, csak az 50, 60, 70 pipeket napon belül, amiből nagyon nehéz daytrade-ként kiszedni esetleg egy jó profitot, viszont ezek a GBP-AUD, GBP-NZD, GBP-japályenek, EURAUD, EURNZD-k, ezek tudnak azért komolyabb mozgásokat is előidézni, és ott van még az arany és a DAX, úgyhogy mindjárt rá is nézzünk az aranyra, meg a DAX-ra is, és megnézzük, hogy ott vannak-e lehetőségek, és aztán nagyjából azt gondolom, hogy a hétre el is mondtam a legfontosabbakat, nyilván, hogyha menet közben jön valami változás, akkor azt majd az Insta és a Facebook oldalon update formájában még elmondom később majd. Jó, akkor nézzük meg még az aranycsártyát, itt vagyunk a 4 órás csárton, és ugye az előző hét az itt végződött, itt innen indult, és ugye a 2 héttel ezelőtti szint is tulajdonképpen megegyezik ezzel, tehát itt egy oldalazásban van most már 2 hete az árfolyam, de itt is jól látható, hogy szintől szintig működött a dolog, visszajött a sávba, tehát a kék sávba visszajött, és az elsődleges célár a kék sáv volt, tehát az előző hét szintje közé jött vissza, és nagyon szépen meg is csinálta ezt az időszakot, tehát itt vannak azok a kis 4 órás, kis fordulós momentum dolgok, ahol esetleg be lehetett lépni, és nagyon szépen meg is csinálta ezt az időszakot, viszont most itt meg kell várnunk, hogy törjön egy 7-es szint, és majd utána tudunk tovább menni a következő szintre, ezért húztam be egy 3 héttel ezelőtti szint környékét, mert ez lett a következő célár, hogyha elindulunk felfelé, tehát itt egy nagyobb menetet is elkaphatunk, de időben meg kell várni,
hogy ezek kialakuljanak, és aztán időben jobban is kell tudni lépni, és megnézzük, majd kis toppal meg tudjuk ezt oldani, de viszont ez is egy jó kis kereskedés lehet, hogyha az árfolyam újra el tud indulni. Jó, és akkor utolsóként jöjjön a DAX, 4 órás csárton vagyunk, összép húztam, hogy jól látható legyen, hogy egy oldalazó szakaszban vagyunk, most már több mint egy hónapja, úgyhogy itt egyelőre biztos, hogy nem kereskednék. Ez a chart setup jelenleg nem alkalmas a kereskedésre, legalábbis szerintem, még egész kis idősíkon sem, tehát itt biztos a csapkodásban nem vennék részt. Amíg itt a szintek nem törnek és nem tesztel vissza, addig én biztos, hogy itt nem keresnék új lehetőséget. Nagyjából ennyi lenne a hét szenáriója, meglátjuk, hogy a héten ezekből mi fog megvalósulni, amiről beszéltem. Remélem, hogy tudtam pár hasznos infóval most is szolgálni, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és ha bármi érdemes dolog történik, akkor azt pedig a Facebook és az Instagram oldalamon fogom megosztani. Úgyhogy jó trédelést mindenkinek a hétre, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!